Akály. Rávezeti Kocsárdira, jó a Chelsea Akálytól, jó a passz is, Jánik nincs lesen, hatalmas Zitzer, Koulibaly gól! Vezet a Debrecen! Eddig is minden labdával keresték itt a bal oldalon Koulibalyt, illetve Jannikot. Már mélységből is rengeteg indítást kapott. A Sakály megcsinálta a cselt, nagyszerű ütemben passzol, nem volt les, mert középen beragadt egy védő, Bogunovic. És az ő hibáját kihasználva megszerzi a vezetést a Debrecen. Sakály. Jannik, Koulibaly, Jannik, nincs les, Zitzer, kijön Vlaszákról, és bent van! 2-0-ra vezet a Debrecen, Jannik a gólszerző. Eddig egyértelmű, hogy ő a mérkőzés hőse. Adott két káprázatos labdát, most pedig szerez egy gólt ő maga is. Jannik góljával a 30. percben Debrecen Zalaegerszeg 2-0. Nézzük meg, és valóban nem volt lesen. Nagyszerű döntés az asszisztenstől, hogy ezt tovább engedte, itt pedig szerencséje van Janniknak, hiszen visszapattan elé Vlaszákról a labda, ráadásul az a labda még visszafelé is pörög. Tovább tudta húzni, és aztán betalál. Kocsárdi, Jannik egyelőre nem tud visszatérni. Horvát adja be, ott a fejes és a bomba fejes! Pavicevic, 2-1! Darko Pavicevic góljával szépít az Zalaegerszeg. Egyetlen gól a hátrány. Itt a beadás, Pavicevic ki tud bújni az óriási birkózás után, talán Bernáttal, Komlósi az, akit leráz magáról, és aztán befejeli a labdát. 2-1. Jó labda. Kezd vele Rezes, visszagurítja lövése Koulibalynak, gól! 3-1! Szépítgette a támadását a Debrecen, aztán egyszer csak Rezes meglátta, hogy Koulibaly ott maradt üresen, ő pedig megszerezte a második gólját a mérkőzésen. A 4-4 ellen vannak, úgy immelámmal visszazárkóznak a középpályások a Zalaegerszegből, Mijatovic behúzódik Koulibalyról, aki így, hogy nem állítgat, nem veszi át a labdát, Rezes passza után nagy erővel a kapuba lő. Jó beadás, átlépik, ott az Zitzer, 3-2! Egy perc sem kellett, Rudnyevsz! Van a bal oldalról belőtt labda, három zalaegerszegi engedi el, ott volt Pavicevic, Balázs, és aztán Rudnyevsz jön a hosszún, bevágja, Pavicevic lépte át, aztán Kamber hozzá akart érni, és így volt jó Rudnyevsz meg, mert rajta lassult le annyira a labda, hogy lőni tudjon egyből, oda lőtte Verpet szemei közé, 10 másodperc. Bogunovic, itt a vége! A 100-esztendős Magyar Kupát, a Magyar Kupa 70. döntőjét negyedszer a Debrecen hódítja el, amely mindent megnyert ebben az idényben, amit meg lehet nyerni magyar futballcsapatnak, és emellett még mindenkit megajándékoztak azzal, hogy a Bajnokok Ligájában is bejutottak a csoportkörbe, emlékezetes órákat szerezve azt hiszem mindannyiunknak. Schmidt Pál, a Magyarországgyűlés elnöke lép oda a debreceniekhez, egészen pontosan, ismételten Bernát Csabához, hogy aztán a csapatkapitány magára emelhesse a trófeát. A Debrecen 2010-ben megnyerte a Magyar Kupát is.